A biztonság növelése és a munkába járás megkönnyítése volt a célja a Legyező, Dugonics és Delkovics utcai útfejlesztéseknek, az autósokat pedig ettől kezdve okoszebrák figyelmeztetik az úttesten átkelő gyalogosokra. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere az átadáson elmondta, a felújításoknak köszönhetően a környéken lévő cégek dolgozói könnyebben eljuthatnak munkahelyükre. A lakossági visszajelzések alapján a fejlesztésre már régóta igény volt. Ahogy itt az itt lakók elmondták, 25-30 évig ugyan ígérgették nekik, de nem történt meg. Most viszont be is fejeződött, és emellett ugye a Rókabokori út is elkészül, az önmagában egy majdnem egy milliárdos beruházás, hiszen közel 2,5 kilométeres szakaszt építünk meg, a nyugati elkerülői kivéve a forgalmat Michelin Eisman közti területről, amit a Botján János út tavalyi megépítése jelentett első szakaszként, és hát ugye látjuk, hogy épül a körforgalom is, évvégéig elkészül az is a Tiszamasvári Szélsőbokori útnál. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon érezhető könnyebbséget jelent a teherforgalom kivitelében, majd a közlekedés folyamatosságában és biztonságában is, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex csomag, minden szükséges munkát magában foglal. A fejlesztés közel 3 milliárd forintból valósult meg, amelyet a Nyíregyháza önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként nyerte. Az utak rendbetétele mellett pedig a környék zöldesítése is részét képezte a felújításoknak. A Delkovics-Dugonics Legyező utcák kompletten felújításra kerültek az idei évben, több mint 2300 méteren újult meg az útburkolat, felújításra kerültek a meglévő járdák, új járdaszakaszok épültek, a buszvárók is teljes komplet felújításon estek át, bazaltbetonos burkolatot kaptak, ami jóval időtállóbb és tartósabb kivitelezést jelent. A területen több mint 100 fa, több mint 2100 cserje került elültetésre, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komplet felújítást sikerült véghez vinnünk. Az átadó ünnepségen elhangzott az is, hogy a kertvárosban folytatódnak az útfelújítási munkálatok. A Tiszavasvári Delkovics utcai csomópont megépítése mellett a felüljáró felújítása is a tervek között szerepel.